Hello, sziasztok srácok, én Mugi vagyok, és a mai videóban azt fogjuk kibeszélni, hogy én miért hagytam abba a Borutót, és mi nem tetszett benne. Shintaré! Na hát akkor csapjunk is bele a lecsóba. Na már most annyit szeretném mondani az elején, hogy én a második csunin vizsgáig néztem a Borutót, tovább nem néztem meg, szóval, de hallottam így a srácoktól, hogy nagyon sok minden még mindig nem nagyon történt a Borutóba, pingpongozás, uzsonnázás, meg egyéb ilyen családi programokon kívül. De hogy csapjunk is bele, ugyebár mindenki úgy kezdte el nézni a Borutót, hogy fő a Naruto Shippuden után végre láthatjuk, hogy mi lett a kedvenceinkkel, Naruto Hokage lett, stb. Stb. Ennek nagyon örültem, hogy ezt láthatjuk, és még, ugye addig a pontig, amíg el nem veszik Kuramát, nem is változtattak Naruto karakterén, ugye a személyiségén se. Persze kicsit fáradékonyabb, kicsit komolyabb, de viszont mindig megmaradt benne az a tiszta szív. Jó, persze nem azt mondom, hogy ez elveszett a tiszta szíve, de viszont a Borutóba már nem fektettek rá annyi hangsúlyt, mint mondjuk a Naruto Shippudenbe. Már most ugye a Naruto Shippudent azért szerettük, ma a lelkünk mélyébe is bele tudott hatolni, onnan is ki tudott nyitni olyan kapukat, amik talán már be voltak zárva. És ez nagyon jó volt, teljes érzelmi és lelki töltettel rendelkezik a Naruto Shippuden. Nagyon sokan ezért szeretik. De viszont a Borutóba ez teljesen elmúlt, nincs. Érzéketlen az egész sorozat, nem érzem olyan közel soha ezt a sorozatot, mint a Shippuden. És itt most nem arról van szó, hogy tele van fillerekkel, mert mondom, én nagyon sokáig néztem, nem érdekelt az, hogy kártyákat keresnek, nem érdekelt az, hogy nem történik semmi, nem érdekelt az, hogy a Jogan felébredt, aztán hirtelen semmi sincs róla, nem történik semmi azzal kapcsolatban, aztán valahogy mégis, aztán jött ez a karmadorom. Na már most, az a helyzet, hogy az első Chunin vizsga például ott ninja eszköz használt Borutó, és Naruto majdhogy nem kitagadta még a faluból is, körülbelül az az érzésünk lehetett, ami nagyon jó, mert ennek így kellett volna lennie, hogy nem lehet ninja eszközt használni. Ugye már alapból ez, hogy ezek a ninja eszközök bejöttek nekem, már ezek úgy nem igazán jönnek be. Még a vonat, meg a telefon, meg a kivetítő azt mondja az ember királyság, mert hát haladjunk a korral, de az, hogy jutsukat tudják csinálni gépek által, az úgy már nekem sok volt. Ugyebár az anime sorozatok arról szólnak, hogy saját erőből építjük fel a dolgokat, és erősebbek leszünk, nem gépekből. Szóval nekem már ez nem volt szimpatikus, de mindegy, folytattam tovább, elfogadtam meg a helyzet. Na de ami nekem teljesen betette a kaput, az egyértelmű módon Kurama elvesztése volt. És nem is az, hogy el kellett veszíteni, hanem ahogy le lett ez adva, hogy elvesztettük. Igen, elnézést kérek, én szerettem volna azt, én úgy éreztem volna közel magamhoz Naruto karakterét, mint ahogy a Shippudenben is közel éreztem, hogy legalább egy fél epizód szól Kurama gyászáról. Ha nem is az, hogy mások előtt kimutatja a Hokage, hogy tönkre van menve lelkileg, legalább egy annyi, hogy a szobájába egy pillanatra megemlékezett volna, mert az, hogy a manga lepörgetés volt a Kurama elvesztése végén, az nekem nagyon kevés volt. Főleg úgy, hogy ahogy elvesztettük Kuramát, már láthattuk a következő részt, hogy mosolyog Naruto, hogy hogy jutnak vissza. Ez egy kiábrándító dolog volt. Én nem úgy ismertem meg Narutót, mint aki tényleg egy fél epizódot nem engedett volna a gyásznak, hanem csak úgy ment volna tovább, és Sakurák a fejéhez vágják, hogy Kurama már nincs, ő meg mosolyogva mondja, hogy de attól még ő még tud erős lenni. Szóval számomra ez teljes mértékben elfogadhatatlan volt, hogy Naruto tényleg elvették az érzelmes részt, mert tényleg egy fél epizód, nem több, egy fél epizód lett volna arról, hogy kicsit azért meggyászolja a rókáját, akkor már ki lettem volna békülve. De hát ezt ugye nem kaptuk meg, sőt, mondom, Sakurák vágják a fejéhez, hogy nincs Kurama, ő még mosolyogva válaszol. Szóval ez számomra elfogadhatatlan volt. Azt tudom mondani, megmondom a frankót, és ezt úgy mondom, úgy higgyétek el nekem, hogy nekem a kedvenc karakterem Naruto, ezt úgy vegyétek, hogy nekem tényleg ő. De még az is jobb lett volna ettől, ha ő meghal Kuramával együtt, mert legalább úgy halt volna meg, ahogy a többi Hokage a falujáért, és teljes mértékben nagyon jó lezárást kapott volna a története. Szomorú lettem volna, ki tudja, még lehet könnyeztem is volna, de büszkén. Nem úgy, hogy elveszti Kuramát, és utána meg mosolygunk, és csak vagyunk. Ez számomra teljesen elfogadhatatlan volt. Itt dölt el számomra, hogy ne várjak semmit a Borutótól, ami a Shippudenben volt, mert semmi köze hozzá. Ugyebár ezek után jött a második Chunin vizsga, ahol Denki ninja eszközökkel operál. Lehetséges, hogy volt ott valami kivételes
szabály, hogyha a saját csakrájával vezeti, akkor lehet, de ez is micsoda. Most szerintem ez is egy nagyon nagy hülyeség volt, és ez volt az a pont, amikor úgy voltam vele, hogy hát ezt most már nem, ezt köszönöm szépen, ez most már nem. Az első csunin vizsgán megvan, ki van tagadva a gyerek, mert használt ninja eszközt, a második csunin vizsgán meg már egy gyerek használhat ninja eszközt úgy, hogy a saját csakrájával. Szerintem ez úgy, ahogy van, ezt el kéne engednie a Borutónak, de én el is engedtem, igazából én néztem meg az utolsó epizódot, az ez volt, hogy Denki nyert végül a csunin vizsgán, és ennyi volt számomra az egész. Szóval, vagy lehet, hogy nem nyert, nem tudom, nem emlékszek rá pontosan, de úgy emlékszem, hogy azt hiszem nyert, pont nyert egy jó akcióval, amivel nem is lett volna gond, mert Denki amúgy élvezhető harcot vívott, csak az, hogy tényleg, hogy egyszer lehet nincs eszköz, egyszer nem, ez számomra, ez elfogadhatatlan. Ugyebár a Naruto Shippuden az nagyon összetett volt, és nagyon sok minden követte egymást, nagyon hibát nem is találtál benne, pedig egy nagyon lebilincselő és összetett sorozatról van szó és történetről. Itt már a Borutóban kétszer is úgymond ellentmondásos dolgokba keveredtél. Ugye ez hozzátartozik az is, hogy Kishimoto a felénél csatlakozott csak be, sajnos, és lehetséges, hogy már későn, legalábbis számomra. Elnézést. Igazából ha bárki egy Shippuden epizódot megnéz, ami éppen a háború közelében van, vagy éppen ahol akció van, ő azonnal elfelejti, hogy létezik Boruto, vagyis velem ez történik. Nem is az, hogy tele van fillerekkel, hanem az a maximális érzéketlenség, ami a sorozatot körbeveszi, egy olyan sorozat után, vagyis egy olyan sorozatnak a folytatása lenne, ami teljes mértében 100%-osan nincs olyan anime, ami ennyire a lelkedik hatol. Szóval ezek után én nagyon nagy csalódásnak éreztem a Borutót. Biztos, hogy meg fogom nézni, amint végigmegy a sorozat. Teljes mértékben, amíg jön a timeskip, akkor persze meg fogom nézni én is, de teljesen elvette a kedvemet a Borutó attól, hogy nézzem, mivel hogy Naruto Shippuden azért felülmúlhatatlan. Szóval én is úgy vagyok vele, én ketté választom a kettőt. Persze olyan kérdés van, hogy ki az erősebb, ki a nem, akkor persze a Borutóban lévő formákat szemügyre kell venni egyértelmű módon, de ennél többet én nagyon nem. Jobban összemosni nem is szabad ezt a két sorozatot én szerintem. Tehát számomra elég érzéketlen lett a Boruto, ő ellentmondásos, és a jutsuk se olyanok, amilyeknek kéne lenniük. Igazából sokkal jobban tetszett, amikor Shinobi a Shinobi ellen küzdött, nem csak a földön kívüliek ellen kellett küzdeni. Sokkal izgalmasabbak voltak szerintem a Madara vs Obito és mindenki, mint mondjuk bármelyik része a Borutónak. Megmondom a frankot, hogy ez a Byron mód sem volt olyan, amilyennek kellett volna lennie. Nekem a Sixpack mód sokkal nagyobb löketet dobott, vagy az, hogy sokkal jobbnak találom a Sixpack mód formáját Narutónak, mint mondjuk a Byron módot. Számomra ez a Boruto, ez sajnos ezért nem befutó, és sajnos ezért nincsen kis az oldalon Borutós témák, mert mondom, abba hagytam a nézését. Szerintem nagyon sok Naruto fan azért így van vele, legalábbis a visszajelzésekből ezt vettem észre, de ha te másképp gondolod, írd meg nyugodtan kommentbe, biztos vagyok benne. Igazából még annyit leszögeznék, hogy az nem gáz, hogyha valaki szereti és nézi. Ez ugye most nem azok ellen szól, meg semmi ellen nem szól, ez igazából egy sajátos vélemény, hogy miért nem nézem a Borutót, vagy miért nincsenek itt az oldalon videók a Borutóról, vagy akár a TikTokon, miért nincs. Hát ezért nincs, mert már nem nézem a Borutót, mert teljesen elvette a kedvemet igazából maga a sorozat saját magától, így tudnám mondani. Írjátok meg kommentben, ti hogy gondoljátok, és hogy tetszett nektek, vagy ez a videó hogy tetszett. Dobjatok egy lájkot, osszátok meg, ha úgy alakul, vagy iratkozzatok fel, ezzel is csak segítitek az én munkásságomat. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, üdvözlök mindenkit, sziasztok!